Ja. Na, akkor kérem szépen, negyedik munkanap, vagy munkahét, vagy mi a fene ez most? Mindjárt meglátjuk, hogy mi a helyzet. Hello mindenkinek, hello! Ismételten mindenki kedvenc GM-je visszatért, és hát most ugye a Ró van a legelső helyen, de ez nem sokáig lesz így. Ezt garantálom nektek. Folytatjuk a My GM sorozatot, jó napot kívánok! Na ne, lássuk, hol vagytok abba itt. Megértem, megint eljönnek, hogy lesz egy mérkőzése Randy Orton ellen 3 héten belül. Illetve Triple H kiadta nekem azt a feladatot, vagy ezt a célt erre a hétre, hogy ma kell running-t csinálnom. Jó, nagyszerű. Ez mindig ilyen hangos volt? Most már nem lesz ilyen hangos, oké. Szóval, remélem legalábbis. Szóval, hol tartottunk? Milyen rivalink van? Azt nem tudjuk, jó, mindegy. Nem érdekel, bukkolni akarok. Ez mi? Micsoda? Raise the popularity of superstar with the lowest popularity with 5. Aha, várjál, kinek van most a legrosszabb popularity-je? Uncle Howdy-nak. Popularity, Anka Howdy-nak van. Jó. Akkor én. Várj, nem kéne költeni most izére. Akkor Micsoda a legend whisperer, a select a superstar roster, immunity increase, oh, aha. Health spa. Aha, jó, akkor nyomjunk egy ilyet valakire, majd miután lebukkodjuk a sót. De akkor itt most mindenképpen kell, 3 héten belül megint eljönnek egy mérkőzés, úgyhogy én nem várnék 3 hétig, hanem itt már rögtön a legjobb sót kell csinálni, tehát egyértelmű, hogy Randy Orton kontra megint eljön, Extreme Rules és Tables, bejók. Akkor eljön most Tables. Van egy világbajnoki címmérkőzés, és ez lesz a fő mérkőzés. És akkor következőként a nyitó mérkőzésbe kellene tenni egy jó staminával rendelkező úriembert, aki nem tudom, hogy ki. Senki nem, ez Anka Howdy-nak van jó staminája. Mondjuk akkor ő mérkőzön meg. Aha, nem jó. Akkor... Jó, legyen így. Őt nem legyen így. Nem, fighter, fighter. Akkor őt, csak ő vele lenne jó, szólóval. Jó, várjátok ezt, hogy ki kell itt gondolni. Ira Donna Bruiser-es éppen izével van, Candice-szel van, feud-ban, de ott ugye az nem jó. Akkor... Tegan Nox, az se jó, tudtam egyébként. Hanem akkor ez így lesz, megcsinálva. Igen. Olyan clear. Nikita még nincsen feud-ban. Értem. És akkor a Dakota... Várjál, de ki kivel van rivalibe, gyerekek? Én erre nem emlékszem. Itt ez a legnagyobb probléma, hogy akkor van egy ilyen Isla Dawn Candice. És akkor a da... Állj már le! Na, és akkor a Dakotának van izéje? Vagy ezt nem írja valahol? Nikita Lyons-szal van feud-ban Dakota... Na! Köszönöm. Akkor így. És akkor ehelyett... Egy kihelyett? Mert most mi van? Én nem vagyok az a valóban teljesen. Tehát valaki fusson rá valakire, akkor ide be kell tenni egy olyat, aki jelenre nem verekszik. Akkor lesz egy Bailey, Nikita, de viszont lesz Ranin. Csak akkor ez itt a midcardon lesz. Nikita, meg a bár mondjuk lehetséges, hogy az egyik Candice Choice-it kéne itt nyomatni.
Ez egyik ilyen izét csajsz. Jó, hát akkor sajnos Candice beáldozzuk. Vicceltem, mert Riát áldozzuk erre a feladatkörre, tehát nyitó mérkőzés. És ugye Tegannel van most ő izében, ez egy Candice lesz, és akkor női, tehát és akkor interfír a Tegan. De mondjuk nem, ez egy nem egy női title mérkőzés lesz, de viszont table az annál inkább. Igen. Jó, és akkor még kéne Arthusnak egy mérkőzést, meg akkor még meg kéne csinálni ezt a mérkőzést mindenképpen. És itt semmi nem lesz jó, úgyhogy itt nem fog rangyolni senki, hanem megpróbálunk egy triple threat-et összeállítani. Mondjuk mi betesszük így. Igen, mert ilyen még nem nagyon volt. Oké, okay, és akkor mert ők egy csávókkal teli cuccos kellene. Mondjuk legyen egy így. Várjál, és az Uncle Howdy ki a fenével van? Priest-e. Akkor ez így lesz. Mostantól. Tudod mit? Ez is legyen izé. Téve az. Mert nem normál. Triple thread és belerakjuk még Gable-t. Így. Ez öcsém egy jam-packed dolog. És akkor azt fogom mondani, hogy nem lehet olyat csinálni, hogy clear match, swap. No, 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 swap. Ezt így fordítsd meg. És akkor fogom nyomni egy ilyet, hogy advertising, mert kell a pénz. Ezt fogja nyomni Arthus. Kell egy self-promo szólótól, meg mondjuk egy ilyen Charity Bailey-től. Akkor menjünk a koncertbe. Ugye nincsen elég izém. Jó, de ezekben vannak tier-2-es dolgok. Jó. You need more cash. Jó, állj le. Jó, jó, akkor ne. Scoutoljunk talentet. Scoutoljunk talentet, én azt mondom. Hát kell egy csaj. Ami azt illeti. Csaj legyen, és... mit néztünk? Kell egy face, vagy egy heel fighter talán. Nem is mi kell. Aha. Sőbb a végül nem olyan rosszak, tehát lehetség is inkább csávó kéne. Nem tudom. De ahogy meg azt majd fizetjük ki. Egyáltalán. Ez még itt a jó kérdés. Jó, nézzünk egy ilyet, szörcsöljünk. Ott van mi a ím, jössz, Tracy. Hogy mit akarsz? 5 hétre tudunk fizetni, de ez nem így megy. 5 hétre jössz. Sign talent, ott van. Na, hölgyeim és uraim, akkor itt ezt a Candice szedjük ki a picsába, berakjuk Miát. Title match, hogy ne? Hogy ne lenne title match? Sőt ne, inkább off legyen. És olyat fogunk csinálni, hogy health spa, és akkor a Candice-nek. Candice-nek adtuk a health spa-t. Gyönyörű. Gyönyörű, hölgyeim és uraim, megvan a mai SmackDown, és mit fogunk megnézni? A Triple Threat vicces lehet egyébként, meg a Main Event is, mivel volt már egy McIntyre Ortonos sorozatban, amit megnéztünk, ezért lehetséges, hogy inkább ezt a Triple Threat Openert fogjuk már végignézni. De most szerintem konfirmáljuk ezt a bookingot. Hölgyeim és uraim, mit megyünk? Na, ezt szeretném, hogy a szimulálnád. Nincs ér, hogy ez is a szimbálja, vagy csak nem figyeltem? Grétet kapott, he! Ez mi? Simulation show, az egész a szimuláljad.
Na, de viszont ezt fogjuk spektátolni. A Damien Priest, Uncle Howdy és Gable Triple Threat mérkőzés lesz most itt a terítéken. A legjobb SmackDown brand opener dolog mérkőzés, izé. Ez lesz most, hölgyeim és uraim, szokásosan a megszokott helyen, a tornacsarnokba, de itt vagyunk, az a lényeg, nem? És érkezik a ringbe nem más, mint sem valaki, valószínűleg Priest egyébként. Nem, mert Howdy, jó, azt hittem Priest, de nem, mert Howdy érkezik a ringbe. Szabad kedves Uncle Howdy, tovább nyomlak, ha nem baj. Következőként érkezik a ringbe, nem más, hölgyeim és uraim, mint sem az egyetlen, az igazi Damien Priest, így van. Nagyon szuper, hogy ő is érkezik ebben a mérkőzésben, hogy Uncle Howdy és Priest rivalizálásban vannak, és akkor még így hozzá vártuk. Így ízesítésként, plusz fűszerként az interkontinentális bajnokot, Chad Gable-t, thank you, így van. Itt van Gable, én is thank you vagyok, hogy becsatlakoztál ebbe a mérkőzésbe. Jó van, elég lesz, mert thank you. Nem kellett az ennyit köszönkéteni, nem kellett játszani magunkat, hanem inkább menjen ez a csodálatos címmérkőzés. Triple Threat akció, Triple Threat akció, itt a SmackDown nyitó mérkőzésében mekkora a mérkőzés. Lehetséges, hogy egy hülye tornacsarnokban vagyunk, egy lebukott proli tornacsarnokban, de hatalmas nagy mérkőzéseket teszünk az asztalra. Nézd meg Gable, nézd meg, azt a minden segít neki, az interkontinentális bajnok arat, de megy rá Priest, Jézus. Azt a minden segíteket, rosszul is lettem aztán a rugástól. Végül Uncle Howdy is belejött itt a mixbe. Eléggé komolyan a backstabberrel érkezett Priestre. Ajjaj, de most ez eléggé megszívja. Hoppá, Gable egyből tussal ment volna, de hát azért ott volt Priest, tehát azért Gable-nek jobban kell erre majd figyelni a jövőben. De viszont küldi Priestet ki a ring... Jaj, bocsánat, ki a ringből. Most pedig felállásra készült a manőverbe fogja Uncle Howdy-t. De kiszabadul az öreg Uncle. Így van, hatalmas egy akció. Priest. Most tussa is megy rögtön, de ott van Gable. Priest. Azt a mindenségét, hatalmas egy dugás. Külsősportos múlt belejátszott abba bőségesen. A közönség megőrül a közönség, és az én fülem is se bírja annyira jól. Remélem a tiétek annál inkább, mert ezt már le kell vennem. Jó, így már talán egy kicsit tűrhetőbb az én fülemnek is. Na, igen. Priest egy székkel érkezett volna a ringbe, de Gable megakadályozta. Most pedig, ott a jó ég, azt a minden segít. Hatalmas egy manőver Gable-től, de Uncle Howdy jön és fel is kapja. És kidobja a ringből a bajnokot, de ott van Priest. Itt lehet az esélye Damien Priestnek. És így van, el is kezdeni dolgozni Uncle Howdy-n, de jön vissza Gable. Olyaj, mire készül? Nem jön össze, bármi is sem ment volna Gable. Priest-től a hatalmas nagy kontra, elhajítja Gable-t, és tovább is dolgozik rajta. Azt a mindenségét Uncle Howdy egy ilyen felugrós stompot adott Priest-nek. De ott van Gable, German suplex, egy darab. De jön a második German suplex az Olympikontól. És a harmadik is betalál. Tusra is megy Gable, de ott van Priest, hogy azonnal megtörje a számolást. Ez nem jött ki túlságosan jól Gable számára. Priest felkapja, ott a jó ég, Damien Priest.
Ojjaj, ojjaj, ott van egy hatalmas egy flatliner Damien Priest-től. Menne ránk a Howdy. Beviszi a sorokba Priest-et. És most kimegy a ringbe, mire kész ránk a Howdy. Azonban, ekközben mi csinál Priest? Egy kendo bottal tér vissza ránk a Howdy, míg Priest torkon ragadja Gable, de mellé. Vagy mi a fene, Gable kontrázott, nem mellé. Ojjaj, Danka Howdy, hogy megindult most? Howdy. Ojjaj, ojjaj, csak nem! Táncikál Priest-tel, majd befogja, és! Sister Abigail! De jön Gable a székkel! És lesült mind a kettőjükre, azt a széket még szerintem Damien Priest hozta be a ringbe, tussa megy Gable, de nem hagyja neki Howdy. Micsoda mérkőzés ez! Ojaj, ojaj, nem jön össze! Jön Priest, és a Headlock Driver betalál! Ojaj, Uncle Howdy-t a mosolyban a Snapmare és a Dragon Sleeper, de Gable megtöri az egészet. Most tussa megy Uncle Howdy, de nem, Gable tovább is ott van. Ott van Gable, az Intercontinentes bajnok! Gyönyörű szép szuplexet ad Uncle Howdy-nak. Elfejtettem a nevét, hogy ez pontosan milyen szuplex, de nem volt kellemes Uncle Howdy számára minden bizonyal. Ojaj, de talán most Uncle Howdy-nak talán meg lehet a mérkőzés. Tus helyzet, de Gable ki tud rúgni. Ki tud rúgni az interkontinentális bajnok. Na már Priest is érkezik is vissza. Ott egy jó ég! Micsoda hatalmas a strike, de most jön Gable Priestre, aki azon a talpra is kászálódik azonban. De Gable tovább dolgozik Uncle Howdy-n. Priest ragadná meg Gable, de nem jön össze neki. Ojaj, és most Gable elkapja Priest-en, egy German suplex. Még egy, lesz a Mester 3-as. Így van, betalál a Mester 3-as. De ott van Uncle Howdy, ott van Uncle Howdy. Beküldi a sorokba a Gable-t, és most megy ki a ringből. Mire készül? Mire készül Howdy? Egy széket vesz elő. És neki vágja a bajnoknak. Majd pedig elkezdene dolgozni Priest-en. Küldi a kötélre. És nem! Nincsen meg. Priest kontrázott egy térdessel, de Gable nyalába vagyja fel Priest-t és küldi le a talajra. Majd Uncle Howdy-nek ad egy Cytos suplét. Mit megy a bajnok, de Priest már megint ott van, megint megtörve a számolás. De jön Gable. A bajnok hatalmasat megy. Ebben a mérkőzésben te jó ég. Ajjaj, azt a mindenséget. Ajjaj, Priest közben felpattant. Felpattant Damien Priest. És most viszi a sorokba Snake Eyes, Snake Eyes a bajnoknak, itt lehet a vége, itt lehet a vége, de nem, Chad Gable kirúgott. Na most Priest megy, Uncle Howdy-ra, Headlock Driver, be is talál, azonban Gable. Leküldi Priest-et dropkick-kel, majd pedig megy a ringen kívülre, és elő is szedte azt a széket. Mire kész ránk a Howdy? Ó, te jó ég! Ó, te jó ég! Közben Gable a székkel lesújtott mind a kettőjükre, Priest-re és ránk a Howdy-ra is. Uncle Howdy lábát támadja a székkel a bajnok, de inkább Damien Priest-re megy tussra. Mi lesz ebből? Priest lemarad-e? És lemarad Damien Priest! Chad Gable címet véd! Azt a mindenségét! Chad Gable megcsinálja. Megcsinálta a SmackDown nyitó mérkőzésében. Hiába több ellenféllel kellett egyszerre szembeszállnia. Megoldotta ezt Chad Gable. De még hogy. Így van, Gable címet védett. Great. Erre van szó. R-Truth ott is van. Nem baj, hogy mínusz ez a popularity, mert 12 000 cash, ezt szerintem teljesen jól megérte.
Nézzük a női tripletet. Dakota Kai a nyertes. De ez a nem lett olyan jó. Self-promo szólótól. Így van. Good. Két popularityt kapott. Na de. Lássuk. A női bajnok, Rhea Ripley, hiába Running Elt Tegan Nox így is meg tudta védeni a címét. Ugye a neve Zevich ma címmérkőzés, akkor semmi. De legalább Mia Yim debütált. Charity Bailey-től 3750 fan pluszba, és akkor jön a főmérkőzés, amit Drew McIntyre kérvényezett a WWE Undisputed bajnoki címéért. Lássuk, nézzük, Orton megvédi. Orton megvédi egy nagyon fenomenális, klasszik mérkőzésben. Ezt a mindenségi, de mi is érdekel a Ró. Adjatok már. Lássuk. Aha, aha, de a main eventet nézzük meg, jó napot kívánok. A main eventet nézzük meg, hello. Ott az asztalra, ott az felülmúlta azt, meg de mindegyiket. Hát kíváncsi leszek, hogy most hogy fognak így alakulni a... az állások, igazság szerint, mert most azért nem egy rossz showt raktunk össze. Continue. NXT-nek a show quality az D volt, meskel quality az B. Oké. 142 ezrük lett, ugye 20 ezer plusz. Nekünk D a show quality, B a meskárd. 54 ezer plusz van, és 44 ezer plusz. D, B szintén a Rónál. 46 ezer fan pluszba. És 54 ezer pénz. És ugyancsak kaptunk health spát, az jó, az jó jó, az nagyon jó nekünk. És ott van a number one brand. A number one brand. A SmackDown. És ezt már nem veti el senki se tőlünk, azt garantálom. Nézd meg. Nézd meg, Adam Pearce, Rhea és William Regal NXT és eltörpül az én SmackDown-om mellett. Kérem szépen. Hát én erre születtem, baszki. Rájöttem. Rájöttem, öcsém. Nem megmondtam, hogy csúcsra viszem ezt a SmackDown, dehogy nem. És nem megtettem, de megtettem. És itt vagyunk. Így van. Ez csak rajtam múlott. Csak is csak rajtam múlott. Na mi van, Drew? Megköszönte, hogy megadtam neki a rematchet, de hát sajnos nem így sikerült ez neki, de köszöni a lehetőséget. Igen, Rhea Ripley pedig azt mondja, hogy ez a loser Tegan megtámadt őt ugye az előző meccsénél, és hogy akkor ezért ezt nem fogja neki annyiban hagyni, és hogy akkor a ringben akarja ezt vele elintézni a következő 3 hétben, és én ezt meg fogom tenni. Ezt elintézem, Rhea, ne aggódj! Ne aggódj! Oké, okay. És hát hölgyeim és uraim, innen fogjuk folytatni akkor ezt a sorozatot. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszettek, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Meg ilyenek. Nézzétek meg a leírást, ott van mindenfajta link. Kezdve a Discord szerveremtől, vagy ez a csatorna Discord szerverétől, a Twitch csatornámig. Meg a Patreonon keresztül, ugye a Patreonon tudsz engem támogatni, hogyha szeretnél, aztán még, hogyha Discordra feljössz, akkor ugye biztosan nem maradsz semmiről sem, ami a csatornával kapcsolatos, és mindenről is értesülni fogsz, szóval igen, meg ugye leírásban még olyanok is ott vannak, hogy Instagram, meg TikTok, meg minden, szóval mindenképpen csekkold a leírás, és én pedig megköszönöm szépen ezt a megtisztelő figyelmet. Sziasztok! Hello, hello!